10 milliós rendezés és sírkertépítés, megújult a Szent Jánosi temető, politikai fórumok János Somorján, finisbe ért a kampány, táncoló talpak, közel 400 táncos és sok helyi siker a Magic kupán. Ezek a JTV hírei, köszöntöm Önöket! Különleges helyszínen kezdődött a szerdai testületi ülés. A Szent Jánosi temető nagyszabású rendezése elkészült, így most ezt szemlélték meg a képviselők. A pár hete indult munkák során sok régvárt átalakítás valósult meg. Járda vezet a kitelepítési emlékműhöz, a megdőlt temető kerítést felújították, a művészi vagy helytörténeti szempontból értékes emlékeket pedig sírkertbe rendezték a látogatók számára. Az önkormányzat kitisztította a törmelékes, gazos területeket is, ezzel új részeket nyitva meg a temetkezés előtt. Az elhanyagolt, de a helyén hagyott, megváltott síremlékeket is megtisztították és gyomtalanították. Összesen mintegy 10 millió forintot költött a temetőkertre az önkormányzat. Ha már egy ekkora munkába belekezdtünk, akkor azt nézni, hogy 7 millió forint elfogyott, és akkor megállunk, ez nem lett volna egy bölcs döntés. Most tényleg mondhatjuk azt, hogy érdemes volt, mert egész más a temető összképe, még akkor is, hogyha ez plusz 3 millió forintba kerül az önkormányzatnak. 36 pályázat érkezett be a közművelődési, oktatási és sport alapra. Ezeket 17 civil szervezet, illetve magánszemély nyújtotta be. A maximális támogatási összeg a tavalyihoz hasonlóan 50 ezer forint volt. Az összesen 1 millió forint odaítélésénél a bizottság figyelembe vette, hogy a tervezett rendezvények mennyi embert mozgatnak meg. Átlagosan 35 ezer forintot ítéltek oda egy-egy pályázatra. A bizottság elnöke Bella Zsolt elmondta, hogy idén régi új szervezetek is nyújtottak be pályázatot, amely külön öröm a bizottság számára. Örömteli az a dolog, hogy például a karate szakosztály, akik régóta nem adtak be pályázatot, idén újra pályáztak, kettő beadványt adtak, és még azt tudom elmondani róluk, hogy újra, tehát újra elindult ez a szervezet, és viszonylag nagy létszámban dolgoznak, és nem is eredménytelenül, és örülünk neki, hogy tudjuk őket támogatni. Hosszú várakozás után kiürülnek a kék kukák városunkban. A szelektív hulladékgyűjtő edényeket már február óta átvehették azok a lakók, akiknek nem volt tartozásuk a szolgáltató felé. A tárolók sok helyen már meg is teltek, viszont az ürítés dátuma eddig kétséges volt. A Kisalföldi Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. A házhoz menő szelektív hulladék összegyűjtését április 5-én szombaton kezdi meg. A közszolgáltató kéri a lakókat, hogy az edényeket már a gyűjtést megelőző este helyezzék ki a közterületre, hogy az elszállítás folyamatát megkönnyítsék. A további gyűjtési időpontokról a szolgáltató később ad tájékoztatást. Az április 6-ai választások előtt még péntek 16 óráig kérhetik át jelentkezésüket egy másik településre azok a magyarországi lakóhelyen rendelkező választópolgárok, akik nem a lakóhelyük szerinti településen kívánnak voksolni. Az átjelentkezést a választó lakcíme vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti választási irodánál személyesen, postai úton vagy online formában kérheti. Akik mozgóurnás szavazást szeretnének igénybe venni, azok szintén online vagy a választás napján délután 3-ig a számukra kijelölt szavazókörben jelezhetik igényüket. A választások óta eltelt 4 év legnagyobb sikereit és feladatait elevenítette fel dr. Nagy István, parlamenti képviselő, szerda délután tartott lakossági fórumán. A Fidesz-KDNP jelöltje a környékünket leginkább érintő problémákkal is foglalkozott. Hogy van egy világos kormányzati teljesítmény, van egy elmúlt 4 esztendő, aminek látszanak azok a gerincvonalai, látszanak azok az eredményei, amik elindultak a gazdaságban. A bankadó és az egykulcsos személyi jövedelemadó bevezetését, a minimálbér növelését, a közmunkaprogramot és az önkormányzati hitelek átvállalását emelte ki az elmúlt 4 év kormányzati intézkedései közül dr. Nagy István, Mosonmagyaróvár polgármestere. Hiszen a föld a nemzeti vagyonunk alapja, nemzeti szuverenitásunk része. Tehát nem lehet, hogy arról nekünk vitázni kellene. Nem lehetne, hogy a választások tétje legyen egy birtokszerkezet, egy tulajdonviszony. A magyar termőföld védelme sok helyi gazdát érint. A saját határunknak a saját embereket kell eltartania. Tehát a magyar falu csak akkor fog tudni igazából faluként működni. És azt kell mondjam, ez egy nagyon nehéz mondat.
De Magyarország jövőjének kulcsa vagy záloga a magyar falu megújulásában van. Ha a magyar falu nem találja meg régi önmagát, akkor nagyon sok mindenünk elveszik. A májustól életbe lépő új föltörvényről és a zsebszerződések megszüntetéséről esett a legtöbb szó a fórumon. Hogy a határainkat magyar traktorok és magyar emberek tudják művelni. Ez egy nagyon kardinális kérdés az elkövetkező most tavaszi hónapokban, hogy az a zsebszerződéses törvény, ami a nevemhez köthető, hogy az érvényre tudjon jutni, hogy az osztrákokat, akiknek nem itt a helyük, hanem a határ másik oldalán, hogy tudjuk őket visszaszorítani innen, és hogy ez a föld, ami itt van, ami János Somorjaiaké, az itt is maradhasson, és a itteni embereket gazdagítsa, és itteni emberek boldogulását szolgálja. Ez az a pillanat, január 1-én, amikor nem a megszokott 5-8-10%-os emelés történik, hanem 10%-os csökkenés van. Az elmúlt évek egyik fordulópontjaként említette meg a rezsicsökkentés bevezetését, melyet a jövőben is folytatnának. Elmondta, most erre több mint 4 millió ember dolgozik hazánkban, de az elkövetkező években további új munkahelyeket teremtenének, újabb devizahiteles mentőcsomagot hoznának létre. A polgármester mindenkit demokratikus jogaik gyakorlására, szavazásra bíztatott. Bánjanak úgy a hazával, hogy ezt csak kölcsön kaptuk az utódainktól, és illik neki átadni tisztességgel és gazdagsággal. Megfelelő megélhetést a fiataloknak, közbiztonságot és az egészségügy megreformálását is szeretné többek között a Jobbik Magyarországért mozgalom. Csütörtök esti lakossági fórumukon Lipovics Máté képviselőjelölt és Magyar Zoltán országgyűlési képviselő ismertette a párt programját. Legyenek olyan megfelelő munkabérek, amelyeket érdemes hazajönni. Környékünk és a fiatalság egyik legnagyobb problémáját is szeretné megoldani a Jobbik az elkövetkező években. Úgy látják, sokan kényszerülnek külföldön dolgozni, ami többek között a hazai egészségügyet is károsan érinti. Rengeteg a nyugdíj korhatár előtti házi orvos, és éppen ezért kéne egy utánpótlás, de sajnos azt látjuk, hogy a fiatal orvosok, illetve az egészségügyben dolgozó fiatalok zöme külföldön keres megélhetést magának, és nincs megtartó ereje a hazai egészségügynek. Sajnos ezért egy kicsit feltőkésítenénk ezt a szektort, és hazacsalnánk azt a kivándorolt magyar fiatal réteget, aki az egészségügyben szeretne tenni, és idehaza szeretne tenni. Azt láthattuk, hogy az elmúlt 24 évben kihúzták a magyar emberek alól az életlehetőséget, kihúzták alólunk az élelmiszeripart, mondjuk azért mondom ezt első példaképpen, mert én nekem ez a szívügyem, és ezzel sokat foglalkoztam. Az élelmiszeripar fellendítése mellett Magyar Zoltán országgyűlési képviselő fontosnak tartja, hogy a határ melletti osztrák kézben lévő földeket a magyarok visszaszerezzék, és hogy a zsebszerződéseket megszüntessék. A zsebszerződések ügyére egyébként nem egy olyan bonyolult a megoldás, mint ahogy azt sokan gondolnák. Én 6000 hektárt derítettem fel, és ebből arra jutottam, hogy az ügyeknek közel a fele pofon egyszerű ügy, és a magyar stróman elég hamar utolérhető, hiszen a tulajdoni lapon, a széljegyzetben látható, hogy el van adósodva, vagy éppen zálogjog lett alapítva erre az adott területre. Tehát azt tudom mondani önöknek, hogy nagyjából az esetek felében az állam, ha lépne, akkor visszaszerezhető lenne ez a terület. A csendőrség létrehozása és a közbiztonság növelése is sarkalatos pontja a párt programjának. Elmondták, nem csak városunkban, az egész választókerületben gyors megoldást követelő kérdés ez. A devizahitelesek helyzetét is megkönnyítenék, és infrastruktúrális fejlesztéseket vezetnének be a gazdaság és a turizmus fellendítése érdekében. Ez közvetlen környezetünkben, útfelújításban és egy Andaut Moson-Magyaróvárral összekötő kerékpárút megépítésében valósulna meg. Komoly lehetőséget adna a településnek az, hogyha országgyűlési képviselőként is tudna Máté tovább tevékenykedni. Zenevonat indult János Somorjáról a Művelődési Ház gyermekbérletes előadás sorozatában. A kislaptáros népzenekar Megyagőzös, Megyagőzös című mesejátéka egy olyan vonatról szólt, amire csak hangszerrel lehetett felülni, és Moson-Magyaróvárról egészen Erdélyig zakatolt. Az alkotók szerdán egy vidám színdarabbal mutatták be a gyerekeknek a népzene sokszínűségét. Ébredjen fel, de azonnal! Mindjárt indítani kell a zenevonatot! Ízig-vérig magyar mesét nézhettek meg a János Somorjai ovisok és kisdiákok. Tőlünk egészen a Kárpátok bérceig varázslatos zenevonat indult, amire csak hangszerrel szállhattak fel a zenészek. Álltak,
így fogták, és akkor így hegedültek. Elhoztam a világ legszebb hangszerét. Mi lehet ennek a neve, gyerekek? Térségünk muzsikájából is hallhattunk dalokat. De a Duna-Tisza közep és a Dél-Alföld zenéje is megénekeltette a gyerekeket. A határon túl, Kalotaszegen át a Gyimesekig is eljutott a gőzös. Vidám karakterek jelentek meg a színpadon. Volt, aki kerékpárral tekert a vonat után, és olyan is, aki a jegyét hagyta el. A Keresés Vidám történetét balladába is öltötte a zenekar. Megvannak a jegyek! Mindjárt tántra perdő! Az alkotók mindezzel a gyerekeket akarták közelebb hozni a népzenéhez és a magyar tájak megismeréséhez játékosan, viccesen. Játékot is próbáltunk, ugye ez a Pásztor elvesztette a juhait előadás, picit átment a Kicsi Primás elvesztette a jegyeitbe, és így ezáltal próbáltuk meg a hagyományokat és magát a zenét, a régebbi stílusú zenéket leginkább megmutatni, és olyanokat, amiket ők maguk is ismernek, és hogy hallják, hogy milyen hangszerekkel játszották ezt, hogy együtt tudták énekelni régen az emberek, és hogy minél jobban élvezzék a műsort. A közönség nagyon hálás volt. A lányok természetesen a Kis Prímás és a Kalauzlány között kibontakozó szerelmi szálnak és a szerenádoknak örültek. Azért már a Kalauz néni belesett egy fiúba. És ez miért tetszett neked? Azért, mert integetett neki meg minden. A szerelmesek táncra is perdültek. A furfangos székelyembert is bemutatta a darab. A viccekből megtanulhattuk például, miért adnak napi 150 liter tejet a tehenek arrafelé. Minden reggel kimegyek az istállóba, megkérdezem a Riskát, mi lesz ma estére, vacsorára? Tej, vagy marhasült? Igen. Leginkább azon a viccen a 100 liter tejet adott, meg hogy szeretettel elbeszél hozzá, és az, hogy mi legyen a vacsora, a tej vagy marhasült. Különleges magyar népi hangszerekre is rácsodálkozhattunk. Valaki itt hagyott nekem az állomáson egy ilyen cipős doboz. Hagyma, de nem tudom, mi lehetne, tekerője is van. Várjon, az én hangszerem! Ez hangszer! Hát te, mi más lehet? Mi a kukoricadarálom! Úgy zenétek rajta a kukoricadarálom, hogy így pörgettek, és valamit ott ütötnének. A visszaúton is együtt maradt a társaság, mert a nagy nótázásban elfelejtettek leszállni. Mentek volna el egy helyre, de elfelejtettek leszállni, és utána meg visszajöttek János Somorjára. De nem lett mindennek csalódás a vége. A szerelmesek természetesen egymásra találtak. Tessék jönni! Minden remélt létszámot felülmúlt a múlt vasárnapi Magic Dance amatőr minősítő táncverseny János Somorján. Több mint 80 koreográfia, közel 400 táncos, az pedig haba tortán, hogy a rengeteg helyi néző számos János Somorjai sikernek tapsolhatott. Délelőttől kora estig lopták a táncot a művelődési házban a környékbeli amatőr táncosok a harmadik Magic Dance táncversenyen. Láthattunk egyéni és csoportos koreográfiákat is, ezek közül pedig mindenkinek megvan a kedvence. Amelyikben többen táncolnak. És ez miért jobb szerinted? Azért, mert többféle táncot lehet csinálni. Molnár Csenge két aranyérmet szerzett a nap folyamán, a korosztály legjobb táncosa lett, és egyéni koreográfiáját is a legfényesebb éremmel jutalmazták, mégsem ezért táncol. Csak azért sem, mert szeretem, nem azért, mert versenyeken nyerek, hanem nagyon szeretek táncolni. A táncot viszont mindenki másért szereti. Azért, mert így felléphetek bárhol, és így jó táncokat tudok tanulni. Hát azért, mert szeretünk is, meg jó sport is. Hát egyrészben azért, mert mozogsz is, mert én élvezem. És te miért szeretsz táncolni? Ugyanúgy, ahogy élvezem, és nagyon jó érzés, amikor mozgunk. Nem csak a tapsnak, rengeteg díjnak is örülhettek a János Somorjai versenyzők.
A Cynthia Fit Dance táncosai minden évben részt vesznek a versenyen. Idén 14 koreográfiát mutattak be, amire már régóta gyakoroltak. Igazából, hogy a csapat jobban összeszokott, és nagyon sokat gyakorolunk, hogy ilyen jó eredményeket érjünk el. Pápáról, Fertődről, Halásziról, Mosonszolnokról, Mosonmagyaróváról, Levéről és János Somorjáról is érkeztek táncosok, akik a 3 év alatt igazi táncközösséggé nőtték ki magukat. Itt a gyerekek között is, meg köztünk is, csoportvezetők között is egy baráti kapcsolat alakult ki, és ahogy láttátok is, ez nagyon jó hangulatot ad az egész verseny. Tehát mindenki szurkol a másik csapatának, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés. A versenyre pedig mindenhol lázasan készülnek. Hát pozitív, tehát mindenki túl akar tenni a másikon, mindenki jobb akar lenni egy picit, úgyhogy ez jó dolog. A táncversenyre csaknem 500-an neveztek, ami az átfedésekkel együtt is közel 400 fiatalt jelent. Az önkormányzat idén is megtartja hagyományos szemétszedési akcióját április 5-én szombaton. A civil szervezeteket és magánszemélyeket 8:30-tól várják a művelődési ház előtt. Rossz idő esetén egy héttel későbbre halasztják az akciót. Ezek voltak a hét hírei, várjuk Önöket jövő vasárnap is, legyen szép hetük, viszontlátásra!